Életem első 39 évében viszonylag negatív véleményem volt a kereszténységről, pedig nagymamám járt rendszeresen templomba, és nagyon cuki volt, ahogy imádkozott saját magáért, mindenki másért is természetesen, sőt, saját magát hagyta mindig utoljára. Édesanyámnak a barátnője, a legjobb barátnője is egy kifejezetten régóta megtért keresztény volt, és ők sokat beszéltek nekem Jézusról, de sajnos nem volt elég információm akkoriban ahhoz, hogy úgy reálisan meg tudjam ítélni, hogy miről is szól a kereszténység. Összemostam az egyházaknak a ténykedéseit, összemostam a papokat, meg a keresztes hadjáratokat, meg az inkvizíciót magával a kereszténység, és úgy voltam vele, hogy én ebből a mozgalomból köszönöm szépen, nem kérek. És egészen 39 éves koromig nem is döntöttem ezügyben, viszont 2016-ban, amikor 35 éves voltam, akkor láttam, egy kicsit betekintést kaptam abba, hogy milyen az, amit ma modern kereszténységnek hívunk. Egy nagyon jó barátom, akinek végig kísértem azt megelőző 4 évét, tehát 2012-től 16-ig láttam, hogy éli az életét. Ő volt az, aki 16-ban nagyon megváltozott, és ezek a változások jók voltak. Most már úgy hívom őket, hogy gyümölcsök. És amikor ezek a változások bekövetkeztek az ő életében, és nyilvánvaló vált számomra, hogy itt valami nagy dolog van a háttérben, és megkérdeztem, hogy ez minek köszönhető ez a változás, akkor annyit mondott, hogy Jézus Krisztusnak, és akkor Petikém, biztos valami szektába kimosták az agyadat, vagy pedig valaki befolyással bír rád, vagy nem is tudom, de a lényeg az, hogy azt nem tudtam elfogadni, hogy ő a kereszténységnek vagy Jézus Krisztusnak köszönhetően változott így meg, és nem csak ő változott meg, nem csak a jelleme formálódott, hanem az életkörülményei is egyértelműen megváltoztak. És ezek a változások amúgy tetszettek nekem, de nem akartam elfogadni azt, hogy ez a kereszténységnek köszönhető. Emlékszem, hogy megtisztult a beszéde, korábban nagyon trágárul beszélt folyamatosan, mindenféle kötőszót használt, tehát nem is kellett neki ahhoz mérgesnek lennie, hogy csúnyán beszéljem, és ez teljesen megtisztult. Mindig, amikor bejött az egyik üzletembe, akkor egy ilyen kellemes nyugalmat, egy ilyen békességet árasztott magából, és ez nekem feltűnt, és ezért én mindig faggattam, és mindig meg akartam arról győzni, hogy ez nem a kereszténységnek köszönhető, hanem neked köszönhető, mert láttad, hogy hitvány az életed, és így tovább. De ő mindig a maga nyugalmával és békességével elmondta újra és újra, nagyon türelmesen, hogy higgyem el, hogy ezt Jézus Krisztus művelte vele, és hogy ez a kereszténységnek az áldása, amiből most benne van. Elvette egy nőt feleségül, korábban állandóan csajozott, születtek neki gyerekei, most már egyébként 3 gyereke van, de abban az időben egymás után született neki 2 gyermeke is, a vállalkozása is kifehéredett, mindenféle hülyeséggel foglalkozott előtte, és ezeket a dolgokat nem lehetett letagadni. De valahogy nem tudta bevenni a gyomrom azt, hogy ez a kereszténységnek tudható be, és inkább próbáltam egy más megoldást találni. Elmentem el az ő közösségébe, tehát valamilyen szinten igyekeztem, de a szívemet nem nyitottam meg úgy igazán. És ezeknek a beszélgetéseknek így látszólag nem volt gyümölcse, mert mindig arról szólt a dolog, hogy én Istentől kaptam kommunikációs képességet, ezt most már tudom, hogy tőle kaptam ezt a talentumot, és a kommunikációs fölényemben igyekeztem őt lenyomni, és érvekkel és logikával igyekeztem meggyőzni őt arról, hogy amit ő beszél, az tévedés, mert ez nem annak köszönhető, aminek ő gondolja. Viszont az, hogy látszólag nem volt eredménye ezeknek a beszélgetésnek, az nem volt igaz, mert volt egy beszélgetésünk, amiben azt kérte tőlem, hogy ha majd elfogynak az emberi képességeim, hogyha lesz egy olyan szituáció, amit nem tudok megoldani azokkal a dolgokkal, amikkel eddig előre tudtam menni. Legyen szó a hírnevemről, mert testépítő bajnokként azért az országban, ebben a szubkultúrában sokan ismertek, így a fitness világában, vagy pedig a hatalmammal, az üzleti ismerettségemmel, stb. Stb. Akkor ne legyek büszke imádkozni Istenhez. És ez valahogy megmaradt bennem, ez az egy mondat. Tehát így sokszor vitatkoztunk, de ez úgy megmaradt. És rá fél évre volt egy szituáció, amikor egy autópályán vezettem, tehát nem egy ilyen hatalmas sztorit kell most elképzelni, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy nagyon álmos voltam. És 1100 kilométert kellett levezetnem, és emlékszem arra, hogy mennyire fáradt voltam, és nem hatott a koffein. Pedig korábban mindig, hogyha egy 1,5 gram koffeint megivott az ember, vagy megittam én, akkor azok működött, felfrissültem tőle, de itt ebben a szituációban most elfogytak a képességeim, elfogytak a lehetőségeim.
És eszembe jutottak a Peti szavai, és akkor életemben először felnőttként imádkoztam azért, hogy frissüljek föl egy természetfeletti módon, mert hogyha nem frissülök föl, akkor ha 200-al ütközök, akkor nagy baj lesz belőle, mert egy versenyes életem, és egy regisztrációra kellett odaérnem, egy baleset miatt lelassultunk, és taposnom kellett neki, tehát az nem volt opció, hogy félreállok és mondjuk alszom egy kicsit. És képzeljétek el, ez az ima meghallgattatott, pedig nem volt egy ilyen profi ima, sőt, életem egyik legbénább imája volt, de emlékszem, hogy amikor kimondtam azt, hogy ámen, akkor egy olyan természetfeletti módon éreztem egy ilyen felfrissülést, egy ilyen békességet, egy ilyen szeretetérzést a szívemben, amellett, hogy tudtam fókuszálni az útra, hogy én ebből ott tudtam, és bele is íródott a szívembe, hogy itt most Isten közbelépett az életembe. De mégsem voltam elég odaszánt, hogy mondjuk kinyissam a Bibliát, vagy eljárok egy közösségbe, vagy hogy úgy tényleg elkezdjem keresni Istent, hanem letudtam azzal, hogy oké, valami természet fölötti létezik, de akkor még az is belefért, hogy az univerzum, vagy a vonzástörvény, vagy valamelyik butaság, amivel addig mondjuk foglalkoztam, de azokkal is csak felületesen. Aztán eltelt egy pár év, és emlékszem, amikor Petinek azzal érveltem, hogy nekem azért sem kell Istent keresnem, mert én már az én életemhez nem tudna Jézus hozzátenni. Nagyon jó versenyző voltam, támogató sportolóként élveztem a szponzoromnak a különböző lehetőségeit. Két üzletet üzemeltettem, két sportápolékészítő üzletet üzemeltettem ettől a szponzorcégtől. Ezen kívül is volt egy másik vállalkozásom, ami még a mai napig megvan. Tehát üzletemberként is sikeres voltam, sportolóként is sikeres voltam, szerettek az emberek, körülrajongtak egy-egy ilyen sporteseményen, tehát úgy voltam vele, hogy köszi, de most minek keresem Istent, ez itt teljesen rendben van. Aztán az élet megmutatta nekem 2019-től vagy 2020-tól, hogy azért nem, ez a stabil állapot ez nem egy állandó, és mindenkivel fordulhat elő olyan, hogy mélyebbre kerül, és ez az egész világot érintette akkor ugye a Covid által. És emlékszem, először bezárt az egyik üzletem, aztán be kell zárnom a másik üzletet is, folyamatosan rossz döntéseket hoztam, menet közben én elváltam, mert házas is voltam, és érdekes módon az a fajta magabiztosság, ami bennem volt, hogy köszönöm, Jézus nem tudna hozzátenni az életemhez, az egy kicsit azért lejjebb hagyott, tehát így a büszkeségemet elengedtem. És ebben az időszakban tanultam meg azt, hogy az a fajta jólét, amiben vagyunk Isten nélkül, az nem biztos, hogy állandó, és egyébként azt is Istennek köszönhetjük. És Istennek van humorérzéke, mert úgy mutatkozott be nekem még egyszer, hogy egy másik barátomnak az életére is rálátást nyertem, aki ebben az időszakban hozzáfordult segítségül. Neki is elképesztő a sztoria, de ezt most én innyi nem fogom elmondani, csak röviden annyi, hogy pár hónap alatt olyan mélységeket tapasztalt meg az életében, amiről örülök, hogy engem attól megkímélt Isten, és olyan magasságba emelte föl Isten őt azáltal, hogy elkezdett felé fordulni, hogy gyakorlatilag tudtam, hogy ezt most meg kell néznem. Most ezt komolyan kell vennem, mert ez nem lehet véletlen, hogy 5 éven belül két embernek az életét is látom így megváltozni. És ez a másik ember az egyik legjobb barátom volt, tehát neki sokkal mélyebb részleteiben láttam az életét, a mélységet is, meg aztán a magasságokat is. És nagyon sokat beszélt nekem ő is Jézus Krisztusról. Eleinte őt is elutasítottam, hogy ez hülyeség, mert már volt egy havarom 5 évvel ezelőtt, aki egy ilyen közösségbe járt, és amúgy nem, meg ez szekta, meg stb. De elég kitartó volt nekem, meg ugye ez a lejjebb ment a büszkeségem, és akkor így a kettő találkozásánál elkezdtem egy közösségbe járni, beszéltem a vezetőpásztorral, akivel leültem egy ilyen privát beszélgetésre, és feketén-fehéren megmondta, hogy figyelj, mert te jó srác vagy, de érdemes lenne ezt is kipróbálnom, mert addigra már kipróbáltam az agykontrollt, az asztrológiába belekukkantottam, megnéztem különböző vallásokat, a buddhizmust is, de ezeket mind csak felületesen, tehát az alapüzenetükkel nem voltam egyébként tisztában, és amúgy nem segítettek az életemben, tehát ami praktikát használtam, azok hoztak mondjuk átmeneti megoldásokat, de hosszú távon sokkal több bajt okoztak, mint amennyit használtak. És emlékszem, az a sász nagyon kitartó volt, és amikor lejöttem először a közösségbe, beszéltem a vezetőpásztorral arról, hogy ezt is ki kéne próbálnom, és hogy az ő hite szerint ez az egyetlen igazság, ez is nekem nagyon fájt, hogy milyen kirekesztő ez, hát miért nem lehet a buddhistának is igaza, meg mondjuk a kereszténynek is egyszerre.
Aztán így idővel megvilágosodtam különböző keresztény tanításokon és a Biblián keresztül arról, hogy ha van több igazság egy kupacban, és azok egymásnak ellent mondanak, akkor nem lehet egynél többnek igaza. Tehát akkor vagy mindegyik hazudik, vagy az egyiknek igaza van. És ahogy elkezdtem azt a Bibliát olvasni, amiről korábban az volt a véleményem, hogy ezt meghamisították, ezt hozzátettek, ebből elvettek, ez arra való, hogy az egyháza manipulációs eszközeit használja, és az embereket tudják irányítani, de mindezt úgy, hogy semmit nem tudtam a Bibliára, egy szót sem olvastam belőle, és a pásztor is mondta meg a különböző egyházi vezetők, hogy a Biblia az a hitnek a kulcsa. Tehát, hogyha az igét nem ismerem, akkor nem fogom tudni megismerni Istent azon keresztül, és így nem fog tudni úgy kiteljesedni hitben, ami azokat a gyümölcsöket nekem is megjeleníti majd az életemben, amit a barátaimnál tapasztaltam. Ezért elkezdtem olvasni ezt a könyvet. Úgy voltam, hogy legalább művelődöm egy kicsit, hiszen ez egy elég ismert könyv, több mint 6 milliárd példányszámban kinyomtatták, tehát akkor vágjunk bele. És amikor elkezdtem olvasni az Istennek az igéjét, amikor jártam az Isten tiszteletekre, amikor az ige akár szóban, akár írásban megszólított, akkor éreztem, hogy ennek természetfeletti ereje van, ennek gyógyító ereje van. Akkoriban magas volt a vérnyomásom, gyógyszereket szedtem rá, ma semmilyen gyógyszert nem szedek. A testépítéshez is alkalmaztam dolgokat, amik rontottak az egészségállapotom, amiatt másmilyen gyógyszereket is kellett szednem. Ma elmondhatom 2023-ban, hogy 10 év versenyszerű testépítés után semmilyen gyógyszert nem kell szednem, és makk egészséges vagyok. Vannak egészségügyi kihívásaim minimálisba, de ezekért is imádkozom, és hiszem, hogy az Isten ezeket meg fogja gyógyítani. És olyan fantasztikus volt, amikor a pásztori felajánlotta, hogy adjak 3 hónapot a kereszténységnek, járjak le közösségbe. Akkoriban indult egy ilyen hitmentori kurzus, azt végezzem el, heti 2 napot szánjak rá, 2-másfél óra, és higgyem el, hogy meg fog változni az életem. És emlékszem eleinte én nagyon nagy menő, hogy pásztor, hát én vagyok a Bodó Imi, hát én versenyző, testépítő vagyok, sikeres vállalkozó, nekem nem lesz időm holmi Isten tiszteletekre járni. De nagyon bölcsen csak így mondta, hogy azért, ha van időm, akkor alakítsam úgy. Eltett egy pár hónap, és már heti 4-5-ször jöttem, elkezdtem szolgálni, elkezdtem másoknak is beszélni erről. Azt írja az ige, hogy a szív teljességéből szól a száj, és amikor ez a dolog beköltözik a szívedbe, nem bírod magadban tartani. És ezért van az, hogy én is állandóan erről beszélek, mert egyszerűen az egyetlen biztosan garantált dolog a keresztény hitben az, hogy egy olyan békesség költözik be a szívetekbe, ami elkezd gyógyítani először belülről, meggyógyul a lelked, a szellemed, és aztán kifele a tested is elkezd gyógyulni. És aztán nézzük azokat a gyümölcsöket, amik az én életemben megjelentek, miután megtértem, és teljes mértékben az irányomat az Úr felé fordítottam. Egy éven belül tudtam menni KP-ra egy lakást, amit a mai napig nem tudok, hogy hogyan sikerült, de tudom, hogy hogyan sikerült, de ahogy összeraktam az én pénzeimet, ott még az elég vastag összeg hiányzott, és emlékszem, hogy Istennek a vezetésének köszönhetően mindig azt cselekedtem, amit ő így a szívemre rádiktált, és egy évvel ezelőtt meg tudtam venni azt a lakást, amelyiket addig albérletben éltem. Tudtam venni egy autót készpénzre, semmilyen hitelem nincsen, nem is tudom, olyan szerencsés sorozatok értek, amiről tudtam, hogy ez nem a szerencse, hanem ez az Istennek a gondviselése. Az 500.000 forintos rolleremet elhagytam a Margit szigeten, egyébként evangelista szolgálat közben, és képzeljétek el, 2 óra visszasétáltam arra a helyre, ahol ott hagytam, és meg volt érintetlenül. Hát egy gumilabdát is elvisznek a Margit sziget, annyira frekvent, tehát sok ember megy arra. És ilyen sztorik, és akkor rá egy hétre elhagytam 90.000 forintot a földhivatalba, pont a lakásomat intéztem, és utánam telefonáltak, hogy egy becsületes megtaláló megtalálta, és leadta a portán. Hát ilyen egyébként nem történik normális esetben a világban, és ez 2 dolgot bizonyít, hogy kicsit rehány vagyok, és ezen dolgoznom kell, meg az bizonyít, hogy az Isten, amikor felé fordulsz, és amikor őt keresed őszinte szívvel, akkor neki gondja lesz a te hiányosságaidra. Amikor te rehány vagy, akkor ő kipótolja nagyon sokszor. Van, amikor nem, mert abból tanulsz, de a lényeg az, hogy egyszerűen a kereszténység és az Istennel való járás egy olyan fantasztikus csodája az életnek, ami a valódi zamatát megadja. Én amikor testépítőként kiálltam mondjuk 6000 ember elé egy Muscle Beach-en, és akkor ott éjjeneztek, meg örültek, én azt hittem, hogy ez az életnek a csúcsa, és akkor belegondoltam, hogy milyen jó lett a rockstároknak, ők 50 meg 100000 ember, őket 50 vagy 100000 ember dicséri, és tudjátok, ez semmi ahhoz képest, amikor otthon vagytok a szobátokban, olvassátok a Bibliát, betesztek egy dicsőítő dalt, elkezdtek imádkozni, és az Isten valóságá válik. És ezt nem úgy mondom, mintha nagyon elvont dolgot, hanem tényleg érzitek a szellemetekkel, és akár még biológiai tünete is lehet, hogy kiráz a hideg, vagy átjár egyfajta melegség, hogy ott van az Isten veletek. És ezt az érzést,
ezt semmi más nem tudja pótolni. Se a 6000 ember újongása, se a legújabb trófea, amit megnyerhetsz egy versenyen, se az, hogyha házas vagy, se az, hogyha családod van. Az Istenhez való kapcsolódás a legfontosabb az életben. És ezeket a gyümölcsöket, amik egyébként azóta is tartanak, ez nem fogytak el, ezeket én élvezem, és igyekszem átadni más emberek számára is, mert tudom, hogy ez az élet igazi zamata, és Istent mindenkinek meg kell találnia.